Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Itt vagyunk a családokról szóló műsorunkban. Otthon minden rendben, bízom benne. Minden esetre nálunk minden rendben, hiszen újra jelentkezhetünk a Családőrzők című összeállítással. Hadd mutassam be önöknek vendégeinket, akiknek egy részét már jól ismerhetik, de lesz olyan vendégünk is, akit most fogunk tényleg először bemutatni ebben a sorozatban. Elsőként akkor Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, akit szeretnék nagy szeretettel köszönteni, és just is elmondom, egészségfejlesztő és mozgásterapeuta. Szervusz! Szervusz, Csilla, és sok szeretettel köszöntök mindenkit! Van még egy hölgy, de mivel ő a meglepetés a mai műsorban, így először köszöntöm Tornyai Gábor plébános mentálhigiénés szakembert. Én is szeretettel köszöntök mindenkit! És itt az ideje, hogy bemutassuk Koszi Jankát, aki, hát lehet, hogy első bemutatásra furcsa lesz, hogy hogy kerül ebbe a csapatba, mert előadó művész, énekes, zenész, de közöttünk abban a minőségében van, hogy már coachként is dolgozik. Nagy szeretettel köszöntünk a kis asztalunknál. Nagyon szépen köszönöm, én is köszöntök mindenkit. Nyilván tényleg azért hívtunk meg elsősorban, mert mint coach dolgozol, és mi már találkoztunk, beszélgettünk, és nagyon tetszett, ahogy hozzáállsz ehhez a témához, de mielőtt ebbe belemennénk, én azt hiszem, hogy vendégeink, szakértőink is megértenek, ha azt mondom, hogy ismerjük meg először Jankát, bár azért nagyon sok klipből és akár színpadról sokan ismerhetik. De milyen stílusban énekelsz? Hát erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni, mert nyilván amikor az ember zenei pályán mozog, akkor azért sok stílus előkerül, de alapvetően amivel talán egy nagyobb vagy szélesebb körben ismerhetnek az emberek, az egy eléggé populáris műfaj, amiben akár a funk stílusú zenétől a soul R&B-n keresztül minden megtalálható. Amit mondjuk egy fesztivál közönség akár befogad, vagy szeret, vagy a klubozás is befogad. Nem csak egyszerű énekes vagy, hanem zenész is. Honnan ered mindez? Hát először is nyilván a családi hátteremből adódik az, hogy én is zenész lettem, mert a szüleim is azok egyébként. A mai napon már igazából nem annyira teszi ki az életüket a zenélés, tehát olyan mértékben, hogy teljesen 100%-ig ezt tölti ki az életüket, de azért még részét képezi. Én viszont megmaradtam ezen a pályán, és egyébként meg mi is volt a kérdésed pontosan, hogy honnan ez így van? Miért pont zenész? Honnan jött ez neked, hogy zenélj? Igazából már ekkora korom óta tudtam, hogy szeretnék zenével foglalkozni, és hogy nekem ez az utam nem is nagyon volt más, tehát engem nem érdekelt igazából semmi más, eleinte még a tanulás sem annyira, hanem csak zenélni akartam. És aztán már felnőtt fejjel jutottam el odáig, hogy tényleg akár amit az előbb is említettél, hogy a coach szakma felé nyissak, tehát hogy olyan tanulmányokat folytassak, ami még így kiegészít, vagy ami még érdekel. Miért pont coach? Annyi mindent lehetne a zene mellett csinálni. Igen, sok mindent lehetne nyilván. Azért választottam ezt a szakmát, mert a pszichológiához elég közel kerültem olyan szempontból, hogy én magam is elmentem pszichológushoz, és én magam is ezen keresztül is dolgoztam magamon, és nagyon közel került hozzám maga a szakma. Nyilván a coach meg a pszichológia az mondhatni, ha nem is teljesen különálló, de azért mégiscsak különböző szakmák. De nagyon tetszett az önfejlesztés, nagyon tetszett a megközelítés, a nézőpont, és ez a fajta segítségnyújtás, és nagyon szerettem volna ezt én magam is átadni másoknak, és ilyen módon is segíteni. Nyilván a zenén keresztül is egyébként erre van mód, mert hogyha valaki zenét hallgat, akkor rengeteg érzést ki tud azon keresztül adni magából, és az is adhat úgymond egy ilyen feloldozást, vagy felszabadultságérzést. De nyilván azért, hogyha célirányosabban foglalkozunk így az egyénnel, akkor az azért erőteljesebben működik. Zsuzsi, mi a véleményed erről, hogy a zenélés milyen érzést ad? Hát csak gondolj arra, hogyha nagyon szomorú vagy, akkor bizonyos dalokat fogsz keresni és meghallgatni, és azokba fogsz feloldódni. Kvázi a művész, aki kiteszi a szívét, lelkét, mindenét, ő
ő felvezeti neked ezt az egészet, és te azokat a rezgéseket, amiket a zenén keresztül ő meg tud magából mutatni, és a világnak oda tud adni, azokkal te képes vagy azonosulni. Hogyha nagyon bánatos vagy, akkor biztos, hogy valami olyan énekeket, vagy dalokat fogsz keresni, vagy olyan zenét, ami ezt fogja. De a magyar ember örömében, bánatában mindenféle szinten mindig közel lesz az énekhez, a zenéhez és a muzsikához. Én azt gondolom, hogy lehet élni nélküle, csak olyan nagyon nem érdemes, ahogy ezt már sokan elmondták én előttem is. És az, hogy valaki a lelki életének a megéléseit fogja a zenébe feloldani, az szerintem egy félgyógyulás nagyon sok esetben. Hiszen te is vagy színpadon, mint zenész időnként, hát, úgyhogy te is saját bőrödön érezted. Gábor atyáról viszont tudom, hogy rajongó, zenerajongó, és rengeteg zenét szeret. Mondjuk azt, hogy mindenevő vagyok, néhány műfajt kivéve, nagyon sok mindent szeretek. Egyébként az jutott eszembe, hogy ilyen értelme én is előadó művész vagyok, én szoktam mondani, hogy egyébként csak beöltözök, egyönként arra fakadok meg előadok szövegeket az idézőjel színpadon, tehát hogy tulajdonképpen nem is olyan távoli ez a műfaj, és valamikor mondjuk énekes formában próbálom előadni azt, ami prózailag le van írva elém. De ez csak én nagyon zárójelesen, mert azért én azt hiszem messze vagyok attól, hogy szépen is jól előadjam magam, hogy énekeljek. De hogy inkább csak a saját élményem, vagy a saját tapasztalatom jutnak eszembe, hogy mennyit számít mondjuk az, hogy milyen zenét hallgatok, hogy nekem azért sokszor előfordult az, hogy volt egy időszakom, amikor a feszültség levezetésem arról szólt, hogy akkor olyan zene szól, és mondjuk kimegyek az autópályára vezetni, és akkor a zene is az autóval való menés, az így magam mögött tudtam hagyni azt a feszültséget. Nem tartom jó technikának, de működött. Egyébként bejött, meg nem is javaslom szerintem mindenkire, csak hogy ez az egyik, ami eszembe jutott, hogy vannak zenék, amikről tudom, hogy ha olyan hangulatom van, akkor ezt kell, akkor ezt használom. Hát, hogy ilyen formában Abszolút. Találkozom ezzel. Nekem például, hál' Istennek, ma már nagyon ritkán kell porszívóval bajmolódnom, de annak idején, amikor kicsi gyerekek voltak és nőttek, ugye napi rendszerességgel kellett porszívó. Én csak úgy voltam hajlandó porszívó, ha üvöltött a rock and roll. Tehát nem voltam, de be se kapcsoltam addig a porszívót, még a zene nem üvöltött, de ilyen full. Ezt nagyon érzem én is, ugye vasárnap délelőttönként vagyok rádióba adásban, és érzem dalokon, és szoktam is mondani, hogy na, ez a jó poltölő dal. Tehát megvan az a ritmus. Még csak annyi jutott eszembe, hogy a tudatos zenehallgatás is mennyire fontos egyébként, tehát hogy ma szerintem ezen kevesen gondolkodnak el, és azért azok a zenék, amik úgy elérhetőek így mindenki számára, vagy akár a fiatalok körében, ott azért vannak olyan szövegek, akár, ami szerintem szintén nagyon fontos, aminek nem feltétlen olyan üzenete van, amit érdemes igazán sokszor pörgetni és hallgatni. De akár a zenei részéről is egyébként beszélhetnék, tehát ugyanúgy, ahogy létezik tudatos étrend például, jó lenne odafigyelni arra is, hogy a zenét azt mi alapján választjuk ki, mert hogy egyébként tényleg a tudattalanra hatással van az, hogy milyen zenét hallgat, és ilyen módon a hangulatra is, meg minden egyébre. Úgyhogy... Ez a szívritmustól elkezdve mindenre. Igen. Ez, amit most mondtál, ez a mai világ kihívása, én azt hiszem. Igen, az a minőségi zenét Persze. Hallgatni. Uh-huh. Onnan egy kicsit eltévejettünk, de remélem, hogy visszatévejedünk majd mindenképpen. Vagy inkább lehet, hogy én úgy mondanám ezt, amit így akár Janka is mondott, hogy a tudatosság. És erről azt hiszem, Igen. Hogy nagyon sokszor beszélünk, és szerintem fogunk is majd beszélni, mert most éppen a zene az, ami a tudatosság, de ugyanígy beszélgettünk korábban akár a tévé vagy számítógép vagy tömegkommunikációs eszközök használatáról, a médiumok használatáról, a kapcsolataink megéléséről, a saját magunknak a fejlesztéséről. Hát hogy azt gondolom, hogy valahol a felnőttségünkhöz is hozzátartozik, hogy az önfejlesztésünkhöz, hogy mit engedek meg magamnak, és az, hogy mit eszek, vagy mit nem eszek, hogy mit hallgatok, mit nem hallgatok. Nekem az jutott erről eszembe, hogy egyszer játszottam egy olyan képpel, megkértek, hogy egy családcsoportnak tartsak egy lelki napot, és gondolkodtam, hogy mi az a szimbólum, amit úgy oda tudok vinni nekik, amiről tudunk beszélni, vagy hogy így plasztikusan megjelenik előttük, és így eljutottam odáig, hogy egy növényi sejtről kezdtem el beszélni. És akkor azon játszottunk, hogy a növényi sejtnek mi a sejtfala, hogyan működik, milyen kis szervecskék vannak, mit enged be, mit nem enged be, és nekem is érdekes volt arra rácsodálkozni, hogy ezt a pici sejtet elkezdtem nagyítani. És ugyanaz igaz egy emberre, ugyanaz igaz egy család, és ugyanaz igaz egy közösségre.
hogy a keretek, amik megvédenek tulajdonképpen, a határok, amik megvédenek, és hogy azon keresztül mi az, ami bejut hozzám, mit kezdek azzal, ami bejutott hozzám, feldolgozom, vagy kilököm magamból, ez sejttől az emberen a közösségen keresztül mindenre igaz. És szerintem az, hogy most milyen zenét hallgatok, milyen médiummal foglalkozom, mi az, ami a gondolkodásomat befolyásolja, az nagyjából ugyanez a műfaj. Ami fizikailag igaz, az ugyanúgy igaz szellemileg is. Ha tudatosan működünk. Igen. Csak hát sajnos ez nem mindig van így. Abban, amit mondtál, még egyet jegyeztem meg, és éreztem úgy, hogy vissza kell térni, hogy a coach hivatással úgy kezdtél el foglalkozni, hogy neked volt magadnak problémád, amiért segítséget kellett hívni. És elég gyakran hallom, én ezt sokszor beszélgettem már coachokkal, mediátorokkal, egyebekkel. Van ebben valami következetesség, hogyha valaki a saját problémáján próbál segíteni, akkor elkezdi ezt tanulni, és aztán maga is művelni? Szerintem nem feltétlenül egyébként, tehát nyilván, hogyha van, akinek van affinitása, akkor persze lehet egyébként csak annyi kiegészítés, hogy nem feltétlenül kell problémának nevezni ezt, tehát sokszor az embereknek a tudatában az van, hogy ha nagy a baj, akkor majd elmegyek, és akkor foglalkozom majd magammal, vagy ezzel az egésszel, és hogy ez azért nem feltétlenül van így szerintem, tehát inkább a megelőzés egyébként a célja elsősorban ezeknek a segítő szakmáknak, tehát vannak rengeteg olyan helyzet van, amire előre lehet készülni azzal, hogyha tényleg a tudatosságot beépítjük, és inkább ez lenne a szerepe. Tehát én is úgy voltam, hogy amikor ez az élethelyzet volt, hogy én jártam ehhez a szakemberhez, akkor igazából nem volt baj. Tehát nem az volt, hogy én lelkileg ki lettem volna készülve, vagy akár fizikai bajaim lettek volna, hanem egész egyszerűen érdekelt az, hogy mit lehet ilyenfajta segítséggel kihozni még így az életemből. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, nem feltétlenül javaslom és se azoknak az embereknek, akiknek szükségük van valamilyen segítségre, hogy óhatatlanul a segítő pályára menjenek. Igen, állja még néha az a tézis, hogy az segít a legtöbbet, akinek a legtöbb segítségre lenne szüksége. A segítő szakma azért az egy nagyon-nagyon megerőltető, nagyon-nagyon nehéz területe az életnek. Oda tényleg olyan emberek valók, és olyan emberek menjenek, akik önmagukban stabilak, akik tudják, hogy mi dolguk a világon, és akkor van egy olyan világképük, és van egy olyan rendszerük, amire rá lehet támaszkodni. Ha ez nincs meg, akkor ő óhatatlanul minden egyes segítésbe saját magát akarja gyógyítani, és ezt nem feltétlenül tartom szerencsés esetnek. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak, hogy nem csak azok az emberek szorulnak időnként külső segítségre és támogatásra, akik empatikusak eléggé ahhoz, hogy ilyen területen működőképesek legyenek. Azt meg kell tanulni külön, hogy én erre alkalmas vagyok, vagy nem vagyok alkalmas erre a területre. Ez pont ugyanolyan, mint bármilyen másik szakma, van egy elképzelésed róla, azt hiszed, hogy te aztán világmegváltó leszel, és aztán amikor belekerülsz abba, hogy már a negyedik, meg az ötödik, meg a tizenkettedik ember fogja a te lelkedet terhelni a saját nehézségeivel, akkor azt fogod mondani, hogy én egyre kisebb vagyok, és egyre kevésbé érzem jól magam ebbe a világba. Tehát, hogyha nem elég erős valaki belülről, és nem elég stabil belülről, akkor ő nagyon nehezen fog tudni jól és okosan segíteni másoknak. Tehát ezt én mindenféleképpen azt gondolom, hogy az első az az, hogy én tudjam, hogy ki vagyok, mi vagyok, mire vagyok képes, mit tudok feldolgozni, mit tudok felvállalni, és aztán tanuljam meg azt a szakmát rendesen és becsületesen, mert még annak ellenére is lehet romokban egy segítő, hogyha nem tanulta meg például az egészséges énvédelmet, feldolgozási technikákat, mi egyebeket. Igen, én is ezt annyiban egészíteném ki, hogy én az alázat szót használnám. Egyébként gyakorlatilag pont ugyanez, hogy látom-e magamat, illetve amit én a saját segítői munkámban látok, és azt gondolom, hogy az is fontos, és szerintem lehet, hogy ez is alázat kell, hogy nekem legyen segítőm. Tehát, hogy nem csak az, hogy én megállok magamban, és elég erős vagyok, meg látom magamat, meg az elakadásaimat, mert az a folyamatosan találkozom, hogy na már megint bejött a megnyomódott aggó, meg nem tudom mi, hanem hogy nekem van-e olyan emberem, aki ezen után oda tudok lépni, és el tudom neki mondani, hogy te figyelj, most nekem ez a problémám, hogy ebben a helyzetben, kapcsolatban vagyok benne, ebben a történetben vagyok benne, nem tudom, hogy jól léptem-e. És hogy van egy ilyen, hát ugye, ilyen szupervíziós kapcsolataim, vagy van-e olyan emberem, akivel meg tudom beszélni azt, hogy én jól haladok, mert hogy
van egy ilyen kísértés, azt hiszem ennek a segítő történetnek, hogy azt gondolom magamra, hogy én már tudok mindent, vagy hogy én már jól vagyok, meg én rendben vagyok, és közben, és van egy ilyen, szintén egy ilyen kifejezés, úgy vakfolt, hogy olyan pont, amire én nem látok rá, hogy ott van az én gondolkodásomban, életemben, világlátásomban egy olyan dolog, amivel valamilyen nem akarok foglalkozni, nem látom, de az tulajdonképpen folyamatosan hatással van az én működésemre, reakcióimra. Viszont ha van nekem egy külső segítőm, akivel én át tudom beszélni, akkor ő lehet, hogy rá fog mutatni, hogy te figyelj, azért ezzel jó lenne egy kicsit gondolkodni, hogy foglalkoznál, hogy itt most mi van. Én azt hiszem, hogy valahol ezek így szükségesek, hogyha valaki most itt a beszélgetésünk kapcsán hirtelen kedves, hogyha naradja, akkor segítő szakmába szeretne belépni, és coach, mentálhigiénés, és nem tudom milyen egyéb szakember szeretne lenni, akkor azért azt hiszem, ez egy nagyon fontos dolog, hogy azon túl, hogy kiképzi magát, hogy van egy önismerete, fontos, hogy legyen ez a fajta segítése is, vagy külső segítség. Elengedhetetlenül fontos mindenkinek az, hogy legyen külső kontrolla. Nem lehet másképp. Én nyilván ezt kívülről nézem, hiszen ez a ti szakmátok, de én kívülről mindig úgy képzeltem el, hogy annak, aki ezzel foglalkozik, valahol páncélba kell lennie, hogy ne érintse meg túlságosan a szívét, ne vigye haza, és ne rágja magát egész éjszaka azon, hogy ennek a szegény embernek milyen problémái vannak, de a másik oldalon meg pont arra gondoltam, de valamelyest rendelkeznie kell érzéssel ahhoz, hogy ezt úgy tudja őszintén átadni, és úgy tudjon segíteni, hogy az hatékony is legyen. Nem kell páncél. Nekem van egy nagyon jó elvem, amikor minket képeztek, azt mondta nekünk a képzőnk, hogy a problémák olyanok, mint a majmok. Mindenkinek van egy saját majma, ami ott ül. Nekem három, de amit tennie kell. Amit nekem kell. Az én saját problémám itt vannak az én vállamom, nekem kell etetnem a majmomat. És amikor leülök valakivel beszélgetni, ő is hozza a saját majmát, és akkor ez volt az alapelv, nekem azóta ott van ez a fejemben, mindenki a saját majmát etesse. Tehát átvehetem én a te problémádat, hogy ezen álmatlan éjszakáim legyenek, hogy egész éjszaka azon gondolkodjam, hogy oldjam meg, de akkor két majmot kell etetni, arra az meg tök felesleges, már bocsánat a kifejezésért. Igen, csak nem biztos, hogy meg tudja tenni, hogy ne etesse a másik majmot. Igen, csak nem akarom átvenni az övét. Ezt lehet tanulni, mert igen. Én például nem lennék képes, tehát nekem valaki, egy munkatárs vagy egy ismerős elpanaszolja a baját, én még napokig gondolkozom rajta, hogy ó, szegény, hát ez most milyen szörnyű, most mit lehetne. Szerintem igen, ez egy tök fontos dolog. Hogy az, hogy bevonódik valaki, az nem baj, sőt, tehát nyilván az a segítésnek egy része, de az, hogy ez mennyi ideig aktív, mondjuk, tehát hogy mennyire viszem magammal, és ahogy te is mondtad az előbb, hogy ugye vannak olyan technikák, amikkel ezeket a zsilipelést úgymond el lehet végezni, így nekem nem okoz ez problémát, tehát nem fogok emiatt álmatlanul aludni, vagy bármi ilyesmi. Dalaidban nem jelenik meg? Más embernek a problémája, nem? Nem. Ez nem. Egy nagyon izgalmas dolog, én Gyökösi Bandi bácsitól tanultam annak idején, ugye én nála kezdtem ezt a fajta szakmát, amikor már neve is volt neki, lelkivezetői szemináriumra jártam én hozzá nagyon-nagyon sokáig, egy barátom fogott kézen, és azt mondta, hogy na gyere, mert neked itt a helyed, először nem nagyon értettem, hogy mit keresek én ott a mindenféle ilyen magas tudású emberek között, ami gyerekekről nem került elő a szó, akkor már tudtam, hogy mi dolgom van itt. De a lényeg az, hogy nekünk a Bandi bácsi azt tanította, hogy édes drága kincsem, ha valaki erre a területre téved, hát tanulja már meg az alapvető lelki higiéniát. Ugyanúgy, ahogy a sebész bemosakszik, kint hagyja a saját problémáit, arra figyel, amiért odament, megcsinálja, utána kimosakszik, és elengedi a dolgot. Mert ha ezt nem teszed, akkor a világbaját veszed a nyakadba, az meg nem a te tiszted. Na most ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyen erre rítus, technika, ima, mantra, teljesen mindegy, hogy ki mit használ hozzá, hogy ezt hogyan csinálja, de hogy legyen az a két perc arra, hogy akkor én most itt átmentem abba a szerepbe, amikor én terát fogok figyelni, megtisztelsz a gondoddal, bajoddal, problémáddal, most ebben a pillanatban az én életemben is az a legfontosabb. De ez pont addig tart, amíg ki nem mész azon az ajtón. Mert ahogy kimentél, abban a pillanatban az már a te életed, és nem az én életem. És akkor én nekem ezt ugyanígy el kell tudni engedni. Ez technika, meg lehet tanulni, fel lehet rá készülni, tudatosan kell kezelni ezt is. Ha nem tudatosan kezeled, akkor bizony-bizony bele fogsz ülni abba a székbe, amiben nagyon sok szolgáltató manikűrös, pedikűrös, nem tudom én, kozmetikus beleesik ebbe, mert ugye ott általában megnyílnak az emberek,
mondják, és amikor már délután a hatodik mondta el éppen az anyósának, meg a nem tudom én kinek, minek a bajáda, meg a gondját, akkor már neki zúg az agya. Tehát, hogyha ő nem tanulta ezt meg jól kezelni, akkor valamilyen más szakmát kell, hogy kerítsen magának előbb-utóbb, mert nem fogja bírni, mentálisan nem bírja. Egy kicsit az én munkám is hasonlít a egyébként igen. Egyébként igen. Hát, hogyha belegondolunk abba, hogy neked is óránként, másfél óránként, nem tudom én naponta hány emberrel, és hányféle szakmával, és hányféle attitűddel, és hányféle jelenséggel a világból, hát bizony ez jó nagy rugalmasságot, lelki rugalmasságot kér tőle. Igen, ti ezt csináljátok tudatosan, mert tanultátok. Nekem meg az agyam magam működik, mert félre kell tenni azt, amit egy órán át kapott, mert kijön a következő téma, és aztán rájövök este, vagy egy héttel később, hogy akkor tisztulnak le, hogy mit mondott, miért mondta, hogy mondta. De hát ezek egyébként viszont ezt tanuljátok. Pont ezt akartam mondani, hogy akár ez egy jó technika lehet, mondjuk neked, vagy aki hasonló problémával küzd, mert egyébként régebben nekem is volt ilyen, csak azért tudok azonosulni azzal, amit mondtál, hogy nap végén az ember tényleg átgondolja, hogy akkor mi az, ami őt mondjuk jobban megérintette abban a beszélgetésben, vagy tényleg az egész nap folyamán, hogyha így átgondolja, és hogy az valójában miről szól benne, hogy miért pont az a téma volt, ami őt inkább így megszólította, és akkor egy kicsit így ezen így elmélezni, milyen érzések, gondolatok kapcsolnak be, stb., hogy az is segíthet így rendezni. És jó keresni valakit, akivel meg tudod ezt beszélni. Ezt akartam mondani, hogy így az utolsó 4 percben megérkezünk a családhoz. De vajon az jó-e, hogyha hazamegyek, és otthon elmesélem ezeket, amik úgy forogtak a lelkemben azok után, amiket hallottam, vagy jobb, hogyha elcsendesülök, és magamban mi a jobb megoldás? Tehát a családban. Tehát jó-e az, hogyha valaki hazamegy, elmeséli az egész napját, mint mi történt, és akkor újra átéli ugyanazt. Kinek mi? Hát az egy feldolgozás, ha már más számára érthető formában közlöd azt, ami veled napközben történt, és ami folyamatosan terhel téged, akkor ez egy feldolgozási folyamat. Bandi bácsi mondta szintén, Gyökösi Bandi bácsi, hogy embere van az embernek, aki értő füllel, szívvel, lélekkel meghallgatja. Na most, ha olyan a családnak a szokásrendszere, vagy olyan a te igényed, vagy te attól érzed jól magad, akkor hazamész, leültök, nem tudom, vacsi előtt, akár tök mindegy, és szépen elmondott te is, a párod is elmondja, az egy feldolgozási folyamat. Egy nagyon fontos feldolgozási folyamat, és egyébként nagyon fontos kapcsolódás is. Mert hogyha az én férjem tisztában van vele, hogy én mi mindenem mentem keresztül, és mi minden történt velem, akkor az neki egy fontos dolog, mert annál több mindent tud rólam, és vice versa. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. De ha te egy olyan típusú ember vagy, aki egész nap emberek között volt, folyton dumáltak, kérdeztek, beszéltettek, és neked arra van szükséged, hogy hazamész, beülj egy csendes fotelba, és nézzék ki a fejedből, és olyan csendben legyél, amilyen csendben csak tudsz, és hagyjon mindenki békén, mert te abba tudsz pihenni, és megnyugodni, és egy kicsit regenerálódni, akkor azt csináld. De az, hogy hányfélék vagyunk, hát milliófélék. Van, akinek ettől, van, aki zenét kapcsol, van, aki csendbe akar lenni, van, akinek egy kicsit sétálni, van, akinek el kell menni futni, van, aki edzőterembe megy, van, aki bulizni megy, van, aki a barátnőjével fogja kibeszélni, és teljesen mindegy, hogy mit választasz, az a lényeg, hogy önismereted legyen olyan, hogy tudjad, hogy te ettől nyugszol meg. Tudjad, hogy te neked ez a jó, és tudjad azt, hogy te, hogyha ezeket megadod magadnak, akkor békességbe tudsz lenni magaddal és a világgal, és akkor rend van. Ez a fontos, hogy önismereted legyen. És lassan el is érkeztünk a műsor végéhez, amikor is megköszönöm, hogy itt voltatok. Annyit azért előzetesen elmondunk, hogy mi arra készültünk, hogy fogunk beszélgetni a családi rendszerekről és játszmákról. Megérkezünk ehhez a témához, és majd szerintem egy hét múlva, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának, Koszi Jankának és Tolnyai Gábornak is, hogy itt voltak, és természetesen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Egy hét múlva újra itt vagyunk, és újra jelentkezik a Családőrzők. Viszontlátásra!